az a sorozat, de megpróbálom újra írni ezt a rohadt csatornát, és vannak terveim. Vannak terveim. Hogy mit, hogyan kéne csinálni, de arról majd, ha minden jól megy, fog egy külön videó készülni. Remélem. Vagy ha nem, akkor majd egy gameplay videóban elmondom, mert nincsen jobb mondani való. De Humankind. Kezdjünk is egy új gémet. Amit az ember először megfigyelhet, hogy nem tudunk, hát egy lefogy a játék, hát kettő, nem tudunk civilizációt választani. Hát három, régi, nem jogvédett zenét hallgatok. Annyira régi, hogy a csatorna első videóinál is ez volt. Szóval igaz, hogy vannak itt emberek, meg karakterek, de ez önmagában, ha a játék is úgy gondolja, akkor ezek nem civilizációk, azokat majd nekünk kell kiválasztani. Egy nagyon érdekes koncepciója van. Elment, egyébként ugyanaz a fejlesztő stúdió csinálta, fejlesztő csapat csinálta, mint az Endless Space 2-t is, amiről szintén van lejátszás valahol. Ami mondjuk lehet, hogy egy idő után nem lesz elérhető, mert mondom, rendbe akarom rázni ezt a rohadt csatornát. Szóval, ez is olyan, mint a Civilization. Csak komplexebb. Nem feltétlenül jobb, komplexebb. Rengeteg sok átgondolt játékmechanika van. De ugyanúgy körökre osztott stratégia. És igen, hirtelen elkezdett érdekelni a jogvédettség. Mert amúgy nagyon jó zenéje van a játéknak, de ha tippel nem kéne, ez is jogvédett és... Most ugye ennek a játéknak van egy nagyobb hype-ja, mert én nem régen, meg csak beszélnem kéne tudni. És még egy másik érdekesség, hogy mint ugye észrevettétek, nem éppen megfelelő a számítógépem ennek a programnak a futtatásához, szóval nyugodtan pörgessetek bele. De gondolom már átpörgetétek a betöltést. Letabolok, hát ha meghal a játék. Netán fönn van, én nem akarok az intróval szórakázni, inkább kezdjünk bele a játékba. Hasonlítgatni fogom a Civilizationhoz, de gondolom egyértelmű, hogy miért. Ez itt egy jó kezdésnek tűnik, ugyanis van itt a közelben ló, mint stratégiai nyersanyag, meg van rész. De hát ugye ezzel az egységgel, hát nem tudunk, egyszerűen nem tudunk kolóniát létrehozni még. Az első dolgunk, hogy felfedezzünk. Na szerint csak felfedezgetünk. És hogy miért is fedezgetünk föl? Például azért, hogy találjunk ilyen növényi lerakatokat, kaját,
bogyókat, amiktől kaptunk 15 kaját. És lehet látni, hogy itt ez a csík elkezdett megtelni. Ha szerzünk még legalább 5 kaját, akkor itt képződik, létrejön, szület egy új törzstag. De ugye ez nekünk miért is jó? Hát egyáltalán többen leszünk. És ahhoz, hogy a neolitikus korból kilépjünk, ahhoz különböző feltételeket kell teljesíteni. Az egyik az, hogy legyen például a tetségünk. Itt van ez a sanctuary, ezt felégetjük. 20 kaja, az egy egység. Ként itt van luxus nyersanyag, sejem. Itt vannak olyan stratégiai nyersanyagok, amiket nem ismerünk, lehet ez vas, puskapor, akármi. Na és már hárman vagyunk. Lehet választani, szerintem inkább kutassunk, az jobb lesz. És majd van még egy mozgásban. Nézzük, hova megy ez a békés mamut. A játéknak van egy érdekes csatarendszere, ami sokkal kiforrottabb, átgondoltabb, mint a Civilization-é. Mégpedig, hogy így három egységgel bementünk egy csatába, az a mamut megászott. Van a mamutom. Itt van a mamutom. Előnyös terepen támadt a mamut. Hirtelen megregulázta magát az AI. Következő körben folytatjuk ezt a csatát, szóval... És így például egy csata az több körön keresztül is eltarthat. Lefut a hegyről. Igen, ezek az animációk érdekesek. Komolyan be kell cserkézni az állapot. És ezt a törzsitaggal kivégezzük. Akkor lehet látni, hogy kaptunk még hogy 5 állatot kell lőni, és magunkban annyit fel kaptunk, hogy megdobottunk az embereit. Akkor
is következő kör. Választhatnánk egy civilizációt. Egyébként Babilont szeretnék majd választani. Egy agresszív, tudományos nemzetet szeretnék. Velük visszaindulunk erre, hogy majd tudjunk egy outpostot odaépíteni, amiből majd előbb-utóbb kifejlődik a város. A játék kiírja, hogy milyen a kaja az nagyon fontos. Ez egy eléggé jól védhető területnek tűnik, hegyek, stb. Majd később jól lesz. Lehet, hogy itt alapítjuk meg a fővárosunkat. Ó, ez a 13 kaja, 12 termelés is egy igen-igen jó szám. Már 60 influence kell a következőhöz, és azt hiszem ideje volt váltani Babilont. Nagyon szeretnék. És majd a kör végén adoptáljuk a kultúrát, vagy a következő körben nem tudom. Egyébként ezeket az ilyen victory pointokat még azért érdemes gyűjteni, mert ugye fémet, hírnevet kapunk belőle. Talán ez a jó magyar megfelelője. Ami meg a játékot esetleg egy szuper kikötő. Mármint kikötés szempontjából jó hely. És itt van egy másik civilizáció.
még a kultúrát, mikor rányomtam, hogy adok. Ja, biztos itt a kánszlerre nyomtam. Akkor az egyiptomi kultúrát, akkor egyiptomiak leszünk. Nem baj, attól még lehet agresszív, tudományos. Zé. Győzelmi lehetőség, szerűség. Velük itt felfedezgetek. Majd ide is le fogok dobni egy települést. Kezdeményecskét. Még azt a szarvas gyorsan megöljük, hogy nőjön egyel a harcosaink száma. Hogy majd nagyon könnyedén tudjuk ilyen nyerési csillagokat szerezni. Csodálatos egyiptomi kultúra. Skippelem, ha valakit nagyon érdekel, akkor meglesheti. Tehát utána nézhet. Ha én csak próbálom pörgetni a játékot, és nah.
választani szívikeket, azokra majd később kitérek. Az szerint felfogásom szerint sokkal fontosabb, főleg majd a későbbiekben. Visszavonulok, mert védekezni egyszerűen és könnyebb is jó. Ha az éjjel támad rád, akkor ő agresszív lesz. Azért mozogtam el, mert emelkedőről könnyebb támadni. Sok csodát elkezdeni. Majd az adat üzenünk is átfogaljuk. Őket megtámadjuk, elmenek őnek várható volt. Ezért azokkal nem is foglalkozok általában, ami nem feltétlenül jó dolog, de ez van. Mehetek ide, visszafele. Ja, igen, pedig. Egyébként a szívikekhez azért nem tudok, mert ezekhez is influence kell, aminek nincsen. Ja, és elkészült az első nélünk. Ezt megépítem, mert kell az influence. Utána meg majd építünk termelési negyedet piramisként. Azt majd ide 13. És ugye a piramis is ad egy befolyást, ami jó.
majd amúgy odaépítsenek egy piramist, köszönöm. Nem kötök meg, nem támadás szerződés, mert még nem foglaltam a lakát. Igen, agresszív leszek a játékban, mondom. Az emberek mozogjanak. Veletek fölmegyünk ide a hegyi városba védekezni. Hát keresek egy normális területet, ahol létre tudok hozni egy outpostot. Szépen magyarul beszéljünk. Ez a populációval mit kezd? A települést föl lehet fejleszteni várossá, vagy össze lehet kötni a városot, ami kevesebb influencbe kell. Magától nem képes termelni, csak a fővároshoz, mert nem mindig a fővároshoz, hanem az a városhoz, ez hozzá kapcsolatuk, annak a termelésébe segít bele. Addig, amíg nincsen városi őrség. We'll be right back.
posztati településnek fogom hívni, akkor is, ha ez helytelen. És influencer lehet instant. Instant építkezni az outpostokon, mármint ilyen stratégiai nyersanyagokra, vagy luxus nyersanyagokra. Instant építkezni, mi csak influencer kerül. 4 kör múlva elkészül a... 30 influencer kerül egy újabb outpost. Igen, az elején még nagy problémáik lesznek. Átadjuk a kört, nézzük, mit csinál az AI. Kitámad. Mert ilyen nem védekeztünk. És majd a következő körben folytatjuk az ostromot. Egyébként később majd ezekbe az ostromokba be is lehet csatlakozni. Vagy úgy akármelyik csatába csak kell hozzá, hogy megfigyeltetjük. Thank you.
ez viszont egy nagy hülyesége a játéknak. Ha elbukjuk az ostromot, akkor amíg életben maradt egységek is meghalnak. Beáldozzuk az egységeink nagyját, de elfoglaljuk azt a várost. Remélem nem nő egyel a... Egyébként ki is éheztethetnénk. 9 kör alatt ki is éheznek. De nekünk nincs idő. Meg vannak erődítve, és még felfelé is kell támadnunk. És következő körben folytatjuk az ostromot. És következő körben... És következő körben is készül a piramis, és addig hozzácsatlakoztatjuk ezt a városkát. És ugye itt egyből meg is nőtt a népesség, mert átvándoroltak, mert ugye most már egy helyen dolgozik. A pénz annyira még a játék ennek a stádiumában nem fontos, szóval haja. Kellnek az emberek. És ezzel is kaptunk egyébként ilyen a hadseregre. A katonai tradíciójukra. Valamiért nem akarja még megadni magát, pedig valahol lehet még egy ilyen egység azt annyi. 60 arany? Na, megérte. És ez 2 paci. Ez jó, mert későbbi egységekhez nem elég csak egy stratégiai nyersanyag, hanem valami ez 2-3 kell. Például a lovakhoz 2 ló kell. És 2 fém. Nem a... A kultúrával még nem foglalkozunk. Kérem és kérem. Thank you. Nem szűnt meg a település azért, mert felégettem, csak hozzá lehet kapcsolva. Szuper. És már van 2 városunk. Mondjuk ez a város, mivel felégettük, ezért nem igazán jó, ezért a stabilitás is alacsony. A fővároskánkban kajával
ezzel kereskedhetünk. Bár nem tudom egészen pontosan, hogy hol a francban létezel még, de valahol biztos. Egyébként így igen hatékonyan lehet a vallást is terjeszteni. Szóval ebben a játékban gyakorlatilag ha erős hadsereget, akkor erős lesz a vallásod, és mivel sok város, sok ember, ezért a tudomány is erős lesz, meg a kultúrád is. Mellesleg ezzel valószínűleg kisajátítottuk magunknak a kolóniát, egy sziget. És akkor most csak szépen lassan várunk a területeket, elfoglalgatjuk. Mármint outpostokat hozunk létre, hozzákapcsoljuk a városhoz. Talán valahova ide veszek egy város. Valahol, ahol még kaja is van. Megépítjük. Egyébként vannak csodák is a játékban. Szintén barokhoz kötve. Egyébként a gízai piramisokat nem kéne megépíteni. De ez majd elválik. Valószínűleg a kontinens az a miénk. Jaj, de jó vallás. Erre felé el kéne menni felfedezni. Nem baj, még ráérünk. Lehetek még erre fele. Szabad egységbe erre fele. Terjeszteni, építeni kell a birodalmunkat. Egyébként azért hozzácsatolnám már elég influencem morákit. Azért, hogy egy picit bepusztulódjon a terület, mert ugye itt van három napos. Alacsony a közrend, a stabilitás. Vagy pedig egy természetes híd. Amutok. Próbáltak tudok még egyetlen, még több magot. Hozzácsatlakoztatjuk egy városhoz az élmiszert, az amelyet fogsz, azt majd a jó termő területű területeken például itt fogjuk. Antezés. Lehetek elmegyünk erre, felfedezgetünk. Magaslat. Egyébként a játéknak a grafikája sokkal jobban tetszik, mint a Civilization-é. Sokkal színesebb, szagosabb, érdekesebb ez a random generált világ.